különleges nap ez a mai. Mert hogy ilyen alkalmunk nem volt még a klub életében, hogy 95 éves klubtagunkat, Margitkát köszöntjük. Nagy Károlyné Margitka nénit köszöntötték az Anna utcai Szivárvány idősek klubjában 95. születésnapja alkalmából. Az eseményen nem csak a klubtagok kedveskedtek ajándékkal, hanem az önkormányzat nevében Cugman Péter alpolgármester is. Engedje meg, hogy nagyon boldog születésnapot kívánjuk polgármester úr nevében. Isten éltesse sokáig. Margitka néni eredeti szakmája műhímző, több évet dolgozott a szakmában. Később átkerült a vendéglátásba. Volt egy kedvenc munkahelyed? Hát, hogyha... Melyik volt az a kedvenc a nyugati pályaudvar, a Szent és Nikó, miért nem a Sörikéken? Ez az, igen. 20 évig. Ja. De volt egy másik is, erre is gondoltam, Aztán volt egy másik is. Mikor nyugdíjba mentem, utána dolgozhattam, mert a drága főnököm, én nem akartam nyugdíjba menni. Azt mondta a drága főnököm, Margitka, menjen nyugdíjba, ha annyira dolgozni akar, majd visszajöhet. Így van. De aztán nem mentem vissza, hanem kaptam egy ajánlatot a gyerekszínen. Az a szín. És mit csináltál ott, Margitka? Ültető voltam. Ültető. Ugye kellett a vendégeket, voltam, mikor a kapuba, kellett a jegyet elszedni. Ja, jó éreztem magam. Aztán éjjel jött a drága Hofi. Azaz. Annál nagyobb öröm. Az egy aranyos ember volt. Biztos. 2014 óta tagja a Szivárvány Idősek Klubjának. Az akkori szépkorúak környezettanulmánya során hallottak először a klubról. El is mentek megnézni és be is iratkoztak. Ő és a lánya is. Az esemény közös énekléssel zárult, de nem maradhatott el a tortázás sem.